Üdvözlöm a kedves hajótörötteket, ez itt első látásra, vagy talán nem is annyira első látásra, de Raft 1.01-es verzió, ami néhány nappal ezelőtt landolt Steamen korai hozzáféréssel. Azért mondom, hogy nem teljesen első látásra, mivel nagyjából másfél évvel ezelőtt már volt szerencsénk a játékhoz. Akkoriban egy ilyen nagyon alfa státuszban lévő ilyen kísérleti tech demo fázisban leledzett, amit az Itch.io-ról bárki ingyenesen és bérmentve letölthetett, és én is futottam vele néhány kört, jól szórakoztam vele ideig, óráig, de ugye lévén tech demóról, lévén eléggé limitált volt az élmény és behatárolt, úgyhogy el is tettem későbbre, de látszott benne, hogy van potenciál a dologban, és eléggé felkapott is lett így az internet által. Na, és most itt van az Early Access Steam-es verzió, ami most már véresen komolyan van gondolva a készítők által, olyannyira, hogy 20 eurót is kérnek tőle, és mi most megnézzük, hogy mit akar ez az első inkarnációja a játéknak így Steam-en, illetve hogy mik így a kilátások a játékra vonatkozólag. Van itt nekem már egy megkezdett játékállásom, amit így Twitch-en követtem el, majd fel lesz töltve ez is a streamer csatornára, és voilà, itt a világ, itt van Cápi, itt köröz, ő is most már egy elég derekos ráncfervarráson esett át, és itt a végtelen óceán, ami hát meg ugyanúgy tele van szeméttel, gőzöm sincs, hogy ki és miért és hogyan dobált el ennyi szemetet, de nekünk továbbra is a fő feladatunk az lesz, túl azon, hogy túléljünk és így építsük a szemétből a ladikunkat, hogy ezt a szemetet így kihalásszuk, és ebből építsünk magunknak egy hatalmas nagy tutajt, vagy ladikot, vagy bárkát. Az én kis bárkám az most jelenleg eléggé hát early access fázisban van, lévén, hogy tényleg csak az alapok vannak meg. És de ugyanúgy lehet majd erre falakat, mennyezetet, emeletet, lépcsőt, kiskertet, fásligetet, mindent egyebet építeni, ha az ember elég sok időt áldoz rá, meg persze szerencsésen úsznak el a mindenféle bicikvacakok. Na, közben sütök magamnak krumplit. Na, az első dolog, amit tényleg így szeretnék kihangsúlyozni, hogy a játék egy jelentősebb grafikai ráncfelvarráson esett át. Engem személy szerint ez a stílus a Sea of Thieves-re emlékeztet. Most viccen kívül, tehát jó, azért nem teljesen az, de úgy nekem így ez ugrott belőle. Jó, cápít, köröz, és gondolkodik azon, hogy melyik részébe harapjon bele a hajómnak. Na, a játék mellett egyébként semmit, de semmit nem változott még, egyszerűen csak kicsit szebb és kicsit kidolgozottabb, meg talán több minden van benne már így kezdésképpen. Tényleg semmi nincsen túlságosan túl gondolva, tehát hogy erre készüljön fel mindenki. Tehát most még nem kell hanyat vágnunk magunkat. Nagyjából ugyanazt tudja a játék, mint korábban. Tehát halászgatjuk ki itt a vackokat, közben építgetjük a ladikunkat, próbálunk túlélni úgy, hogy vizet forralunk, megisszuk, vizet forralunk, betöltjük a víz, meglocsoljuk a vetemény, apropó vetemény, tehát meglocsoljuk a veteményt, akkor abból lesz nekünk kaja, tényleg a vízforralás az nem maradjon már ki. Úgyni, készen van a sült krumpli. Meg is esszük, és akkor talán nem hajlok éhen. És közben így építkezünk. Na, a dolog még talán annyiban változott, most van nálam egy ilyen ásó, hogy most már tudjuk ilyen vitorlát is szerelni a tutajra, és akkor úgy megyünk arra, amerre a szél fúj, vagy hát amerre igazándiból így forgatom a vitorlát. Ez már egy ilyen újabb keletű dolog így a játékban. Próbáljunk így az uszadékok felé haladni. Tudunk így evezni is arra fel, de most itt nagyon kijöttem valahova, és így nem is értem, hogy ezt most így hogy generálja a játék ezeket a dolgokat. Mindenesetre tudunk már evezni, hogyha vannak így nálunk megfelelő erre szakosodott célszerszámok. Most így próbálok oda evezni, mert ezek az uszadékok most függetlenül attól, hogy már játszottam egy adagot a játékkal, de nagyon kellenek. Ó, kellene ezeknek még friss víz, jó, hát akkor ne késlekedjünk a friss vízzel. Azt nézem meg, hogy van-e nálam elég cucc. Igen, ez itt a menürendszer, tehát itt tudunk mindenfélét craftolni. Jó, és ezt meg is csinálom. Jó,
ha a cápa így nekünk jönne, akkor előkészületbe helyezem ezt a dárdát, és itt most nagyon úgy néz ki, hogy... De nem. Jó. S. Jó, ott jönnek az uszadékok. Ugyanúgy itt van nálunk a kampó, amivel majd így horgászhatunk. Jó, menjünk egy kicsit arra fele. Igen, tehát hogy így most már annyiban változott még a dolog, hogy így vannak különféle időjárási elemek. Tehát időről időre, ja, éjszaka-nappal váltakozás, az is benne van. Most már. Időről időre van köd, meg tengeri vihar, hullámok, bár a hullámoknak úgy ereje nincsen, tehát csak annyi, hogy tengeri betegek leszünk játék közben, de más egyéb dolog így nem történik, tehát így nem esünk le a hajóról, nem mossa le a cuccainkat a fedélzetről. Ez de még egy kicsit közelebb. Igen, továbbra is ezekből a hordókból van a legjobb loot, tapasztalatom szerint. Úgyhogy nem is. Opa, cápi! Es! Es! Természetesen egy fehér cápa modellt, mert hát mi mást rakhatnának be a játékba. Ezt behúzzuk, meg akkor ezt is. Jó, ebbe is sok deszka van. Cápit is kihorgászom mindjárt, akkor leszem finom vacsi. Cápit is meg lehet ám ölni valahogy, elvileg. Mivel van nekünk egy ilyen cápa trófánk is valahol, amit le tudunk craftolni. Na igen, szóval itt vannak az alap dolgok, etetéssel, itatással kapcsolatos cuccok, akkor itt van a tárolóedény, van egy hálózsák, hogyha azt akarunk csinálni, akkor van egy kutató, ilyen, hát gyakorlatilag egy könyvecske. Itt van a horgászberendezés, hogyha így valami ütközik így a ladikunk oldalával, akkor ezt ki tudjuk halászni, akkor ilyen felszerelések, amiket lekartolhatunk. Na ez még nem tudom, de gondolom valami, ami a búvárkodáshoz fog kelleni. Akkor néhány felszerelés, itt a vitorlás set, tehát majd horgonyt fogunk tudni magunknak csinálni, illetve egy-két ilyen dekoráció, meg egyebek, illetve van itt nálunk még a kis kalapács, itt is nagyon sok mindent tudunk majd építeni, többek között, tehát most már akkor kezdjük el szerintem így ezt a falazás dolgot. Nézzen ki már valahogy ez az egész, ne legyen ennyire suta. Mondjuk így ide. Nagyon jó. És már van egy ilyen dizájnos pálma dekor falunk. Jó, akkor már ide. És ez lesz itt a zuhanyfülke, vagy a budi, mindegy. Szóval így tudunk építkezni ezzel a kalapáccsal. És igazából, ja, még talán annyit nem mondtam el, hogy most már vannak kisebb szigetek is a játékban. Illetve le tudunk merülni a víz alá. Mondjuk itt a nyílt tengeren ez annyira nem érdekes. Főleg úgy, hogy a cápa az itt van rögtön a sarkunkban. Ja, meg most már sirályok is jönnek. Megdézsmálják itt a cuccainkat, amit így próbálunk kinkeservesen így kinöveszteni a földből. Jó, most már ezeket is megöntöztük. Még kis tiszta víz. Oké, ez jó lesz, és még akkor ezt is ide. Nagyszerű. Jó, ez a cápa engem nagyon idegesít. Roppantul idegesít. Jó, mi lenne, hogyha így irányba áll, szél irányba állnánk, és akkor még így haladnánk is valamennyit. Az a baj, hogy akkora nagy semmi van itt, hogy tényleg ember legyen a talpán, aki bármit így belő. Na, remélem, hogy sikerül majd nektek egy ilyen szigetet még megmutatni. Miért még befejeznék? A naplementék azok szépek. Tehát ha valami, akkor a naplemente szép. Hoppá, én viszont éhen fogok halni, ha így folytatom. Úgyhogy süljön az a krumpli, és ígyük a vizet. Jó, ezt megöntöztem, és akkor ezt meg magamba tolom. De igen, szóval, hogy a játék ebből áll, jelen formájában, és sokat nem változott az alfához képest. Tehát ugyanúgy azt meg tudjuk csinálni, csak kicsit szebben, kicsivel több mindent. Ami viszont érdekes, hogy most már van kóp a játékban. Tehát többet magunkkal tudunk itt sodródni az árral, és így menni.
valamerre, vagy úszni valamerre. Hoppá, szélirány az ugye nem fordult. Jó, az a kis zászló jelzi a szélirányt egyébként, azért nézem. Kicsit menjünk arra fele, és akkor most így ezeket is megpróbálom kihalászni. Jó, enni kéne. Igen, most a karakter már itt kezd így szédelegni. Ezért is próbálkozom. Kapjuk el! Azaz, jó! Jó, ha más nem, legalább a hordókat kapjuk el. Most egyébként azért gáz, mert ha kiesem a hajóból, akkor itt köszönhetően annak, hogy most már itt a vitorla hajt minket, itt hagyhat engem a ladik, és akkor az game over gyakorlatilag, mert hogy az egy dolog még, hogy úszni tudok, de hogy a cápa felzabál, az is hódziher. Na, most itt álljunk meg egy szóra, és halásszunk. Szóval multiplayer nagyon jó pofa, és tök jó, hogy bekerült. Tényleg sokkal hangulatosabb és mókásabb vele a játék. Eleme még egyszer hangsúlyoznám, hogy az ingyenes verziós képest nagyon nagy újdonságokat egyelőre még ne várjon senki tőle. Amit viszont így rebesgetnek, hogy tényleg szeretnének sokkal több érdekes dolgot berakni a játékba, új helyszíneket, a cápa már megint mit csinál? Többfajta tengeri élőlényt, ilyen tenger alatti felfedezhető világokat, tehát így ilyen érdekes, érdekesebb lesz a játék, meg több. Azt viszont nem mondták meg, hogy úgy meddig tervezik Early Access-ben hagyni. A készítők úgy fogalmaztak, hogy így flexibilis az időbeosztása a játéknak, tehát hogy mikor terveznek kijönni Early Access-ből. Hát ez a tipikus ilyen túlélő játék mondás, hogy nem tudjuk, hogy mikor fog kijönni. Mi lenne, ha mondjuk így el is dobnád? Oké. A büdös sirály, takarodj el! Jó, közben itt nőnek a palánták. Jó, akkor keressünk egy szigetet. Mert az még izgi lehet, hogy bármi mást, amit erre sodródik rajtunk kívül, mert legalább azt meg tudnám mutatni. Én mindjárt jövök. Hú, valami van a horizonton! Nézzük meg! Jó, vitorlát igazíts. Jó, a szél még talán arra fele elvisz minket. Na! Szóval, vagy vannak ilyen hasonló uszadékok, vagy pedig szigetek. Ó, és ott a sziget is. Jól van, akkor mindjárt lesz itt akció. Addig sül a krumpli. Sül a krumpli, jól van. Csak közben itt az éhenhalással küszködök. Jó. Akkor kettő sült krumplit így betolok, és talán akkor megúszom épp bőrrel. Na, próbáljuk egy kicsit így beigazítani ezt a vitorlát, hogy úgy arra fele menjünk. Hát ez nem igaz, cápi. Tényleg? Ó! Ó! Cápi! Cápi! Állj, stop! Stop, stop, stop! Hát cápi! Gyere, gyere már! Hoppá, hoppá, hoppá! Cápa husi lesz! Cápa husi lesz! Hol van a kis baltám? El ne úsz, el ne merülj! Kell lesz nekem! Na várjunk csak, hol a kis balta? Ott van, de... Álljunk meg egy szóra! De most komolyan, hova megy ez az hal? Hova úszik? Hát ezt nem hiszem el. De most ha ilyen sebességgel úszik el a hullája, akkor ha én kimegyek érte, az egyenlő lesz az öngyilkossággal. Na jó. Hát ez meg hova merül le? Jó. Úgy tűnik, hogy cápi lemerült a mélységbe, ahova én már nem követem.
Viszont most egy kicsit nyugtunk lesz, amíg Cápi nem respawnol. Na, akkor igazándiból menjünk tovább. Vár ránk az az uszadék. Plusz rám meg a sült krumpli. Meg ha már itt tartunk, kéne sütni. Igen. Akkor most így Cápinak a húsát azt megszütjük. Tényleg kéne most fa. Vagyis nincs nálam semmi fa. Nem baj, ezt azért megisszuk. Hogy megesszük, jó. Itt meg, mennyi minden. Fa mondjuk egy darab se, de legalább itt műanyagot azt horgáztam. Jó, akkor itt igazítsunk egy kicsit a vitorlán. Nehéz utorolni ám ezeket az uszadékokat. Tehát a szél az ilyen teljesen kiszámíthatatlan. Ez most tiszta víz vajon, vagy? Mindegy, ezt most kiöntjük. És... hát kellett Cápinak ennyiszer nekem jönni. És tényleg ő kereste a bajt, nem én. Gyerünk. Mindjárt itt lesz. Kíváncsi vagyok, hogy mennyi idő alatt respawnol Cápi. A lapát is mindjárt tönkre megy. Az a baj, hogy ez kvázi így a legeffektívebb módszer annak, hogy így bármit utoljunk. Ó, ott van Cápi megint, jól van. Nem csalódtam benne. Mennyi kell egy új, mi kell egy új lapáthoz? Deszka. Cápi? Ne keresd, vagy Cápi 2.0, ne keresd itt a balhét. Jó, hát ennek annyi. Jelentem. Az meg mintha így menne el. Na most... hogy van ez? Merre fúj a szél? Jó, most széllel szembe. Azaz. Úgy van, de van benne egy láda. Az a láda nekem kell. Na jó, hát egy életem, egy halálom. Ladikomat itten hagyom. Jön Cápi, jön Cápi. Ajaj, Cápi harap. Nagyokat. De itt van ez. Óhó, jól van, sok minden. Ez viszont elkezdett süllyedni. Jó, Cápinak lesz még egy köre velem, azt hiszem. Vagy kettő. Egyet még biztos kiharap belőlem. Az Hodzier. Igen, ez Cápi volt. Ó. Jó, ne egyél meg. Jó, jó. A jó hír az, hogy regenerálódik az életerő. Jó. Ennyi fa volt. Jó, akkor most célozzuk be azt a szigetet. Kincs, ami nincs. Nézzük meg még azt a szigetet. Nagyon jó. Jaj, és a kutatást addig így megmutatnám, tehát hogy... ezek vannak jelenleg a játékban. Egy jó pár dolgot már én is így kikutattam. A dolog úgy néz ki, igen, például ezt a hálót, madárijesztőt a sirályok ellen, meg még itt egy-két dolgot. Na, a dolog úgy fest, hogy csak nem kezd hullámzani, biztosan a vihar, hogy vannak nálunk dolgok, ezt ide így berakjuk, itt tudom én mondjuk ezt a műanyagot, és akkor, jó, ezt már felhasználtam, rányomunk arra, hogy kutatunk vele. És akkor az összes tárgy, amihez kell, legalábbis részben kell, akkor azokat elkezdi kutatni. És utána, amihez így megvan mindenünk, akkor szépen az összes hozzávalót odaadjuk, és akkor onnantól kezdve azokat a dolgokat fogjuk tudni gyártani. Mi ez a hullámzás itt? Elmegyünk a rossz irányba. Tehát, hogy annyi a lényeg, hogy legyen nálunk minden, ami kell az adott tárgy kikutatásához, és akkor így megtanuljuk. Elég primitív, és nem is annyira reális, de jelenleg így néz ki a rendszer. Van nekünk friss vízünk? Van. Öntözni se ártana. Azt ott bele. Ez megsült vajon? Hát nem hiszem. Hát ez nem túl nagy sziget, ami azt illeti. Arra fele.
De lehet, hogy van ott a sziget körül valami kisebb korallzátony, amit így használhatunk. Mindenesetre, amíg Cápi itt ólálkodik, én nem szívesen. Igen, csak emlegetni kellett. Nem szívesen úsznék oda ki hozzá. Igen, ezért kéne itt lehorgonyozni, igazság szerint. Ó, na, viszont itt vannak az új hullámok. De ezeknek csak kozmetikai haszna van, gyakorlatban semmit nem csinálnak a hullámok. Jó, mondjuk az kéne. De egy dolog az igaz, hogy ha valaki így hajlamos a tengeri betegségre, akkor ettől a hangulattól már rosszul lehet lenni. Abszolút. Tehát ez tökéletesen alkalmas rá. Ó, és elfogyott a deszkám teljesen. Na hát ez probléma, valahogy oda kéne sodródnunk a deszkákhoz. A játék elején azért jóval több személy túszott felénk, lehet, hogy már mindent kihorgáztam. Még azt nem tudom, hogy ez egy ilyen végtelenített random generált sandbox, vagy pedig meglehetősen véges. Mert ugye a tech demóban úgy kvázi végtelen volt. De itt most már nem feltétlenül igaz. Még egy dolog, hogy volt nekünk egy másik hasonló jellegű játékunk. Hogy is hívták? Mi volt a neve? Na látjátok, ennyire maradt meg. Az is egy túlélő játék volt, ugyanúgy trópusi környezetben, és egy szigetről szigetre kellett túlélni. Csak nem jutunk közelebb, sőt, egyre távolabb vagyunk. Ó, most már víz is van. Stranded Deep, azt hiszem. Hívják. Most nem akarom összekeverni a Kojimának az új készülő játékával, mert az is valami hasonló címmel. Nem, az más. Igen, azt hiszem Stranded Deep-ot. Tényleg egyre távolabb kerülünk ettől? Igen, mert már megint sikerül szembeszéllel haladnunk. Na mindegy, megpróbálom magamat oda szenvedni. Esélytelen volt, hogy én ahhoz a szigethez közel férkőzzek ilyen időjárási viszontagságok közepette, de itt van még egy úszadék, úgyhogy ezt fogjuk most megközelíteni reményeink szerint, és megnézni, hogy mi van a ládájában, mert általában minden ilyen úszadékon valami láda van, ami meg jó dolgok. Amiben jó dolgok, elnézést. Na, ütközünk. Jó. És most csak annyi kérésem lenne, hogy nagy ugrás. Nem. Cápi, jó. Oké, süllyedünk. Cápi itt van a sarkamban, és ne ússzon el tőlem ez a vacak. Jó. Hú. Jó, megúsztuk. Na, mit is tudtoltunk? Tervrajzokat, antenna, meg adóvevő, meg ilyesmi. Na jó, és igazából itt jön a tengeri vihar, ahogy nézem. Fantasztikus. Na, úgyhogy jelenleg ezt tudja a játék, hangsúlyozom most már kóban is, ezt tudja. És ahogy az előbb így elkezdtem mondani, tehát a Stranded Deep, nem a Death Stranding, az a Kojima játék, teljesen más köze nincs az ilyesmihez. Tehát a Stranded Deep-hez hasonló sorsot vélek esetleg így ennek a játéknak is. Már csak a tematikája kapcsán, úristen, de hullámzik itt. Tehát, hogy igazából így jó hangzatos hangulatra is így rendben van a játék, meg a koncepció is így tényleg így magában rejti azt, hogy így jó lehet. Ugyanakkor így, ahogy a Stranded Deep is egy idő után így eltűnt. Tehát, hogy így jó volt, játszottunk vele, aztán utána így elsikkadt az egész. Szóval simán benne lehet ez ebben is. Tehát, hogy ez csak így azért hangsúlyoznám ki, hogy senki se gondolja azt, hogy itt most egy új világmegmájtó survival játék van születőben. Ettől függetlenül jó látni, hogy egy ilyen tényleg garázs projekt eljutott idáig, hogy Steamen kiadják, és van neki már legit rajongó tábora. És igazából már csak az egész azon áll vagy bukik, hogy mit hoznak ki hozzá a fejlesztők. Mivel ez egy survival játék, ezért így a felhasználási szokásokhoz mérten folyamatosan kell majd neki új content. Mi ez? Wine Goo. Na, ilyet én még nem láttam viszont. Tehát folyamatosan kell neki az új content.
De hogyha ezt tudják tartani, akkor az érdeklődés is fennmarad a víz felszínén a játék iránt. És közben a játék is fejlődik majd, remélhetőleg előnyére. De jelen pillanatban én csak annyit tudok mondani, hogy itt van az Early Access, ki lehet próbálni, főleg ha van kivel co-op-ba tolni. Egyébként meg én még nyugodtan mondom, hogy vagy egy leértékelést, vagy pedig további újításokat várjatok vele, mert annyira nagyban nem különbözik még jelenleg, ezt hangsúlyozom, jelenleg az ingyenes korábbi verziójától. Csak egy kicsit szebb, színesebb, szagosabb. Jól van. Köszönöm szépen a figyelmet, engem szerintem elnyer mindjárt itt a tengeri vihar. Ez volt a Raft. Jó tutajozást kívánok. Sziasztok. Hol van Cápi? Lehet, hogy ebbe a viharba ő is elbújt.